8 perc múlva lesz 8:30, koronavírus körképünkkel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en, és mielőtt kapcsolnánk tudósítóinkat, lássuk a legfrissebb adatokat a Johns Hopkins Egyetem jóvoltából a világjárványról. A fertőzöttek számát már csak néhány száz eset választja el a 245 milliótól, a fertőzésben elhunytak száma pedig rohamosan közelít az 5 millióhoz. És ahogy a táblán is láthatjuk, a beadott védőoltások száma most már csak nem eléri a 6 milliárd 900 milliót, ez ugye az összes beadott védőoltásra vonatkozik az adatokat, tehát az amerikai Johns Hopkins Egyetem szolgáltatta. És akkor lássuk, hogy honnan kapcsolunk ma Európából. Tudósítóink ma Belgiumból, Romániából és Szlovéniából jelentkeznek. Belgiummal kezdjük. Elérte az országot a koronavírus járvány negyedik hulláma. Ugrásszerűen megnőtt az új fertőzések száma. A szövetségi kormány szigorít. Baracka Eszter jelentkezik Brüsszelből. Jó reggelt kívánok! A számokat tekintve mit jelent ez a bizonyos ugrásszerű növekedés? Jó reggelt kívánok! Ez azt jelenti, hogy az elmúlt egy hét alatt 76%-kal növekedett az új fertőzések száma. Naponta átlagosan 5300 új esetet regisztrálnak. Ez nagyon gyors növekedés, és a szakemberek szerint a belga járványgörbe még nem érte el a platót, tehát a negyedik hullám tetőzése még előttünk van. Nagyjából ez a várakozás a kórházban ápoltak esetében is. Ott az elmúlt egy hét alatt átlagosan naponta 53%-kal többen kerültek kórházba koronavírus fertőzés miatt, mint a megelőző héten, 155-en nagyjából naponta. 16%-os a növekedés a COVID halálozásban, tehát ez is növekszik. És hát a változás az elmúlt hetekhez képest az, hogy tulajdonképpen ezek az adatok most már országosan nagyjából kiegyenlítettek. Korábban Flandria nagyon jól állt, ott nagyon magas az átoltottság, de ott is nő ugrásszerűen rohamosan a fertőzés szám, különösen a nagyvárosokban elsősorban Antwerpenben. Éppen ezért a kórházakban aktiváltak egy vészhelyzeti mechanizmust. Ez azt jelenti, hogy az intenzív ágyak 30%-át fent kell tartani a covidos betegeknek, de nagyon remélik, hogy ez csak megelőző intézkedés lesz. Alexander De Croo, belga miniszterelnök azt mondta, hogy az oltás nagyon hatékony, 70%-kal csökkenti a kórházba kerülés esélyét, és 90%-kal a halálozásét. Mindez egyébként, mármint a miniszterelnök kijelentése, egyelőre adatokkal nem teljesen megalapozható. Óriási vita folyik egyébként a belga szakemberek között, és a sajtóban is arról, hogy mekkora az átoltottsága a kórházba került koronavírusos betegeknek. Nincsenek egyelőre pontos felmérések, óriási késésekben voltak a kórházak, és nagyon sok esetben nem is tudták megmondani, hogy a hozzájuk kerülő beteg megkapta-e az oltást, vagy nem. Október elejéről vannak viszonylag friss adatok, és meglepő eredmény született, miszerint nagyjából fele-fele arányban van ezek között, a betegek között azoknak a száma, akik kaptak oltást, és azoké, akik nem. Ennél sokkal kedvezőbb azoknak a helyzete, akik, már hogyha erről beszélni lehet ilyen esetben, akik az intenzív osztályon fekszenek, ott ugyanis jóval magasabb azoknak a száma, akik oltatlanok, és azt is ki lehet mondani, hogy lényegében a többség 75 év fölött van. Ebből egy dolgot lehet jelen pillanatban leszűrni a szakemberek szerint, hogy az idősek immunválasza az gyengébb, mint a fiataloké, és ezért el is dőlt, hogy a 65 év fölöttiek megkapják a harmadik oltást Belgiumban. Ugye szigorításról döntött a kormány. Milyen új szabályozások léphetnek életbe holnaptól? Hát Brüsszelben lényegében nem lesz változás, mert ott már október 15-től mindenütt kötelező ez a bizonyos védettségi igazolvány, és a maszkhasználat is sokkal szigorúbb, mint az ország többi részén. Vallóniában, az ország déli részén ugyanez a szabályozás november 1-től lép életbe, lépett volna, hogyha nem holnap került volna, tehát előre hozták, és tehát a vallonok is már felkészülhettek. A flamandokat érinti leginkább, hiszen Flandria eddig nagyon jól állt mind az átoltottságban, mind a fertőzés számban, de most ott is romlott a helyzet, és ezért az a döntés született szövetségi szinten, hogy Flandria sem teheti meg, hogy kivonja magát a szigor alól, ezért aztán Flandriában is kötelező lesz nagyon-nagyon sok helyen a védettségi igazolvány bemutatása. Enélkül a vendéglátóiparban, tehát éttermekben, kávézókban, bárokban nem lehet majd megjelenni. Sportcsarnokokban, fitnesstermekben, kulturális helyeken, éjszakai szórakozó helyeken, rendezvényeken, hogyha több mint 50 a létszám beltéren és 200 fölött szabadban, természetesen a kórházakban és a bentlakásos gondozóintézményekben is kötelező lesz.
aki anélkül, hogy lenne védettségi igazolványa, bemegy egy ilyen helyre, 50 és 500 euró közötti bírságot kockáztat, aki pedig beengedi az ilyen embereket, 50 és 2500 euró közötti bírságra számíthat, de a polgármesterek ennél magasabb bírságot is kiadhatnak, és akár be is záratják ezeket a helyeket, de legfeljebb 3 hónapra. Köszönjük szépen. Romániával folytatjuk. Felpörgött az országban az oltási kampány. Országszerte sorok alakultak ki az oltóközpontok előtt. A jelentkezők többsége most kéri az első vakcinát, hiszen a hétfőtől hatályos járványügyi szabályok rendkívül megnehezítik az oltatlanok mindennapjait. Száva Enikő jelentkezik a további részletekkel Székelyudvarhelyről. Milyen ütemben nőtt az oltási kedv, és hogyan számolnak a hatóságok, mikorra érheti el az uniós átoltottsági szintet Románia? Jó napot kívánok! Így, ahogy mondtad, ostrom alatt a városok oltóközpontjai napközben. Egyelőre nem tudni, hogy meggondolták-e magukat a szkeptikusok, vagy kizárólag a zöld igazolványhoz köthető alapja vagy előjogok miatt nőtt meg az érdeklődés, de tény, hogy az utóbbi héten napi 120-150 ezer ember kapta meg a vakcina első adagját, vagyis nem hatottak sem a bónuszok, sem a nyeremények, a szigorítások viszont annál inkább. Ha ilyen ütemben halad a lakosság átoltása, akkor hamarosan Székelyföld is utoléri, vagy felzárkózik az uniós átlaghoz. Úgy tűnik, hogy ezekben a napokban tetőzik Romániában a negyedik hullám. Közben a hatóságok azt tervezik, hogy az év végéig Románia eléri a nyáimmunitást, vagyis a felnőtt lakosság átoltottsága meghaladja 70%-ot. Az oltást koordináló bizottság akciókat, maratonokat tervez, és hát most már szervez is, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Mindenekelőtt a települések polgármesteri hivatalaiban alakítanak ki mobil oltóközpontokat, hogy felpörgessék a kampányt. A munkába az orvosi rendelőket is bevonná a minisztérium, és hát a hirtelen megnövekedett igényre reagálva az országban több mint 700 oltóközpont fogadja újra az oltakozókat. Ugye említetted, hogy a napokban tetőzhet a negyedik hullám az országban. Erre utalnak a legfrissebb adatok és a járványadatok? Igen, Hargita megyében a hét elején rekordot döntött az új fertőzöttek száma. A hatóságok abban reménykednek, hogy országos viszonylatban már tetőzött a járvány negyedik hulláma. A nagyobb városokban csökkenni kezdett az újonnan diagnosztizált fertőzések átlaga. De ez nem jelenti azt, hogy az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás megszűnt volna, ellenkezőleg súlyosbodik a helyzet, és ez a halálesetek számában is megmutatkozik. Még mindig napi 500 betegnél is többet győz le a vírus itt Romániában. Hetek óta 20 ezernél több beteget kezelnek a kórházakban, és 1800-nál is többen vannak intenzív terápián, és még mindig sorban állnak a fertőzöttek, hogy kórházi ágyhoz juthassanak egyáltalán. Magyarország mellett Lengyelország és Ausztria is segít a válságos állapotú betegek kezelésében. Katonai repülőgépekkel és mentőautókkal szállítják a betegeket a határon túlra. Több EU-s ország is gyógyszer és műszer támogatást ajánlott fel és nyújt Romániának. Nem csak lélegeztetőgépeket kapnak bizonyos kórházak, hanem egészségügyi személyzetet, szakembereket is, illetve szakemberek is érkeznek, hogy segítsenek a túlterhelt rendszeren. Mindeközben a kormány további szigorításokat foganatosítana, de tegnap nem sikerült átvinni a szenátuson azt a tervezetet, amely a munkahelyen is kötelezővé tenné a védettségi igazolványt, a vita viszont nem zárult le. Tehát még jogszabályá alakulhat a tervezet, mely szerint a kezdeményezők ugye azt szeretnék, hogyha a zöld igazolvány hiányában a munkáltató 30 napra felfüggeszthetné az alkalmazottat, aki ez idő alatt fizetést sem kapna, nem lenne rájogosult, majd a 30 nap elteltével akár a munkaviszonyát is megszüntetheti a munkáltató. Meglátjuk, hogyan döntenek a honatják, visszatérünk majd a vita eredményére. Köszönjük szépen. Nézzük Szlovéniát, ahol az elmúlt egy hétben naponta átlagosan közel 2000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, és ahol 10-ből 4 teszt pozitív eredményt mutat. Mindeközben az 53%-os átoltottság mellett alig vannak olyanok, akik felvennék a koronavírus elleni oltás első dózisát. Magyar Lovrics Mirjánát kapcsoljuk Lendváról. Kezdjük akkor a jelenlegi járványhelyzettel és azzal, hogy mi várható az előrejelzések szerint a következő napokban.
Szép jó reggelt kívánok! 3166 ennyi új fertőzöttet regisztráltak szerdán, tehát tegnap. Ez a második legmagasabb esetszám a járvány kitörése óta. A járvány alakulását előrejelző szakemberek szerint a csak szerdán regisztrált betegből 180 kerül majd kórházba, ebből 40-50 intenzív kezelésre szorul, majd 14-20 személy pedig életét veszti a koronavírus szövődményeinek következtében. Ez lesz tehát egyetlen nap pozitív eseteinek statisztikája. A József Stefán Kutatóintézet szerint, még ha mai nappal sikerülne is megállítani a vírus terjedését, ami ugye lehetetlen, akkor is az elmúlt 10 nap pozitív esetei miatt a kórházak leterheltsége a napokban túllépi a tavaly legnagyobb leterheltséget. Nagyon borulátóak tehát a kilátások a következő napokra, a Szlovéniában a fekete forgatókönyv látszik megvalósulni. A múlt heti adatokon alapuló reprodukciós ráta 1,4, reálisan tehát még magasabb, a 100 ezer főre vetített 14 napos incidencia pedig 1052 a legmagasabb a térségben. Az országban amúgy relatíve alacsony, nem teljesen 53%-os az átoltottság, naponta pedig alig pár száz ember veszi fel a koronavírus elleni oltás első dózisát. A negyedik hullám kezdete óta szerdán volt a legmagasabb 38,1%-os a pozitivitási arány. Itt tehát 10 PCR tesztből 4 pozitív eredményt mutat, és önmagáért beszél az az adat, hogy azokban a régiókban, ahol a legalacsonyabb az átoltottság, a tesztek közel fele pozitív, és ott az elmúlt egy hétben 70%-kal növekedett a pozitív esetek száma. Mit mondanak az orvosok, szakemberek? Miért lobbant be ennyire a járvány? Az alacsony átoltottság és a szabályok be nem tartása miatt. A maszkviselés és a készfertőtlenítés mellett itt az egyetlen korlátozás, hogy minden szolgáltatás és munkavégzés védettségi igazoláshoz kötött. Ha nincs COVID-igazolvány, akkor a munkavégzéshez és a szolgáltatások igénybevételéhez negatív teszt szükséges. Sok azonban az olyan szolgáltató, aki az ellenőrzést nem végzi, és vannak olyan vendégek is, akik úgy játsszák ki a rendszert, hogy más személy QR kódját mutatják fel. És vannak ennél még durvább visszaélések. Egy orvosnő például 50 euró ellenében jogtalanul gyógyultsági igazolást adott a pácienseinek, egy egészségházban pedig két egészségügyi technikus 500 euró fejében oltási igazolással látta el az embereket. A szlovén kormány koronavírus járvánnyal foglalkozó szakcsoportja arra kéri a szolgáltatókat, hogy következetesen ellenőrizzék, van-e a vendégeknek védettségi igazolványuk, illetve negatív tesztjük, és a héten ezt az egészségügyi ellenőrök is fokozottan teszik, főleg bevásárlóközpontokban, vendéglátóhelyeken és a tömegközlekedésben. Szlovéniában ugyanis a héten őszi szünidő van, ilyenkor nagyon sokan kirándulnak, utaznak, üdülnek, mindez pedig a járványgörbe további növekedéséhez vezethet. Magyar Lovrics Mirjánának, Lendváról, Száva Enikőnek Székelyudvarhelyről és Baracka Eszternek Brüsszelből köszönjük szépen az információkat.